házkutatást tartottak a rendőrök Horváth Andrásnál. Elvitték a számítógépének merevlemezét, sok iratot és az általa korábban bemutatott zöld dossziét is. A volt NAV-os dolgozó szerint a rendőrök azt közölték vele, hogy személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják. A lefoglalt zöld dosszié azokat az információkat, cégneveket tartalmazza, amelyek a kiterjedt áfacsalásra és az abban résztvevő vállalkozókra utalnak. Semmiféle előzménye nem volt ennek az egésznek. 7:30-kor kopogtattak, illetve csöngettek nálunk. A család nagyobbik része az még aludt gyakorlatilag. Én már azért fönn voltam, ajtót nyitottam, és 4 nyomozó állt az ajtóban. Mondták, hogy kényszerintézkedést foganatosítanak ellenem, ami házkutatást jelent. És ez egy olyan 2 óráig tartott. Iratokat foglaltak le tőlem, illetőleg a zöld dossziét, arra külön is rákérdeztek, hogy az itt van-e nálam, azt én átadtam nekik, együttműködtem velük, ezért nem forgatták föl a házat, tehát azt lehet mondani, hogy korrektül jártak el. Tovább a számítógépemnek a Winchesterét is magukkal vitték. Német Lajos is forgatta a fejét. Hát igen. A reggel 7:30-tól voltál kiakadva? Attól vagyok most is kiakadva, hogy régen ez egy abszolút normális dolog volt, hogy valaki áfát csalt. Így indult az egész rendszerváltás. Ezzel kezdődött. És döbbenet, hogy akkoriban nem is nagyon mozdult rá a hatalom. Tehát gyakorlatilag, mintha hagyták volna, mert úgy emlékszem, hogy 93-ban jöttek az első ügyek, hogy valaki áfát csap, pedig egy dunakeszi házépítésénél visszaigényelt 80 millió forintos áfa. Biztos, hogy neked emlékeznek ki. Az volt az első nagy döbbenet, hogy lehet 80 millió forint áfát visszaigényelni 93-ban. Voltak a kettős számlák, meg bizonyos cégek, aztán később, hál' Istennek, ez rendeződött, mert már nem lehetett egy embernek saját cégen belül tanácsot adni a másik cégnek, és visszaigényelni. Most, de azon gondolkodom, hogy én 92-ben a cégem vett 12 számítógépet, egy héten belül kijöttek megnézni, hogy ott tényleg ott van a 12 számítógép, ma az áfát visszaigényeltük. De egyébként igazad van, szóval nagy múltja van az áfacsalás. Igen, a másik pedig, hogy ez durva dolog, mert itt azért milliárdos áfákról van szó, tehát nem 1-2 millióról, akit valaki zsebre csippentett, vagy mit tudom én. Most nem mondom, hogy bízzuk az igazságszolgáltatásra, mert nehéz az igazságszolgáltatásra bízni bármit is, hiszen igazság tudjuk, hogy nem mindig van, illetve nincs jog, az van, de igazság nincs. Hogy mi fog ebből kikerekedni, de biztos, hogy utolérik a sánta kutyánál is hamarabb a tetteseket, hogyha itt van valami sár. Júli? Nekem néhány gondolatom támadt ez alkalommal, hogy az egyik az, hogy miről beszélünk, hogy személyiségi, nem jogok, hanem személyi adatokkal való visszaélés. És akkor most látom ma reggel ezt a Rogán levelet, vagy tegnap este, amelyik ugye kéri a adatokkal, névvel, lakcímmel a segítőket a Fidesz számára, hogy menjenek el kampányolni, írják vissza, megszólítják őket, tehát listákat állítanak föl a személyes adatainkról. Miről beszélünk, hogy személyes adatok? Ez az ember azért kapta a fizetését, hogy ezekkel az adatokkal rendelkezzen. Tehát ez az egyik kérdésem, jogászokat kérdezek, azért nézek most a Péterre, mert talán Hak Péterre, mert talán el tudja nekem magyarázni, hogy tényleg mi lehet ebben a vádaskodásban igaz. A másik, azt szeretném elmondani nagyon büszkén, hogy én tagja vagyok a Nyilvánosságklub ügyvivői testületének, és úgy döntöttünk, hogy a Horváth Andrásnak adunk civil kurázsi díjat. Van már ő tudja, van még létezik, te is tagja vagy, csak nem szoktál figyelni. És van, hogy azt hiszem, hogy igazából megérdemli, mert lám olyan hihetetlen helyzetben kormányozta magát ezzel az ő bátorságával, amiből ilyesmi következik, hogy rátörnek reggel 7:30-kor, és gyakorlatilag elviszik azt, ami bizonyíték. Ez a 7:30 nekem még mindig nem megy a fejembe. Hát ez nem szóval mindegy. Ez olyan erődemonstráció, hát meg gyerekek vannak ott. Van erre valamiféle szabályozás, hogy mikor lehet ezt megcsinálni? Hát a törvényben az van benne, hogy reggel 6 és éjfél között lehet megcsinálni, ha egy mód van rá, de természetesen éjfél és reggel 6 között is meg lehet tenni, hogyha sürgős szükség ezt indokolja. Én azt látom, hogy ebben az ügyben a hatóságok és a kormánypártok mindent megtesznek, hogy növeljék Horváth András hitelességét. Tehát én napról napra jobban hiszek
annak, amit ez az ember mond, mert ha azok a kételyek, amik az elején bennem megvoltak a nyilatkozatával kapcsolatban, igazak lennének, akkor nem tennének ekkora erőfeszítéseket arra, hogy őt elhallgattassák. Ugye hát sok más ügyben látjuk, talán még lesz ám a idő beszélgetni Torockai ügyéről, ahol éveken keresztül semmi nem történik, miközben filmfelvételek vannak arról, hogy a bankcenterbe bevonul, és ott erőszakos fellépéssel jogsértéseket követel, és mások ügyében sem tesznek. Ebben az ügyben nagyon gyorsan lépnek, illetőleg hát az, ahogy a bizottságokban megakadályozzák, hogy bármi szó legyen erről az ügyről, ugye arra hivatkozva, hogy majd az igazságszolgáltatás eljár, miközben egy csomó más ügyben, ahol folyt a büntető eljárás, nem érezték annak a szükségét, hogy addig a parlament ne tegyen semmit. Talán látták néhányan, de aki nem, annak ajánlom. Van egy nagyszerű film, egy régi film, egy Russell Crowe főszereplésével, a Ben Fentes című film, ami egy valódi történetet dolgozott fel, ugye ez az úgynevezett whistleblower, a közérdekű bejelentőnek a sorsa, ez a filmben a Russell Crowe egy dohányipari kutató, vezető emberként szerepel, aki aláír titoktartási nyilatkozatokat, és itt érek a Juli kérdésére vissza, hogy igen, vannak ilyen titoktartások, azt szerintem helyén való, hogy az adó hatóság emberei nem rendelkezhetnek szabadon azokkal a titkokkal, amiket hivatásuknál fogva megtudnak. Az egész rendszer úgy épül fel egyébként, hogy ez a titok az alapvetően a jó szándékú embereket védi, de nagyon gyakran arra is alkalmas, hogy a lelepleződést megakadályozza. És ugye ezek a whistleblowerek, a korrupció ellenes szakirodalom nagy fejezetben foglalkozik ezzel, hogy ez az egyik eszköz arra, hogy egy bennfentes, aki belül van, aki tudja a mechanizmust, az sokszor a saját érdekei ellenében lépve feltárja. Ugye az a történet arról szólt, hogy végre sikerült leleplezni a dohánygyárakat, és sok-sok milliárdos kártérítésre kötelezni. De volt egy év, amikor pont három ilyen whistleblower lett az év embere a Time magazin szerint. Az Enron botrány is így lepleződött le, egy bennfentes, a cégnél dolgozó könyvelő leplezte le a Watergate is egy ilyen. Pontosan, így van. Tehát tulajdonképpen a közérdekű bejelentő, amiről egyébként a kormány éveken keresztül beszélt, büszkén jelentette, hogy most majd lesz valami védelem, az pont arról szól, hogy az ilyen embereknek jogi segítség, pszichológiai segítség, tanácsadás, valami fajta védelem, mert ezeket a nagy korrupt rendszereket valójában csak így lehet leleplezni. Ez az egyetlen igazán hatékony mód, a másik a titkosszolgálati eszköz, de az rendkívül költséges, de hogyha valaki, aki belülről látja, kilép. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az ügynek a vége. Sok minden demonstrálódik ebbe a történetbe, az is demonstrálódik, amiről te beszéltél, és ez bizonyos értelemben sajnálatos, hogy kicsit úgy nézi a magyar társadalom ezt a történetet, mint ezt a filmet, amire te hivatkoztál. Ülünk a tévé előtt, hallgatjuk, úgy érezzük, nekünk ezzel semmi dolgunk nincsen, holott rengeteg dolgunk nagyon van. Nagyon kevesen mentek el a tüntetésre. Dolgunk van, és lenne ezekben az ügyekben, ezt az embert, függetlenül attól, hogy ne prejudikáljunk, és nem mondjuk azt, hogy biztos igaza van, nekem is az a véleményem, hogy egyre inkább igaza lehet, de ezt az embert meg kell, az ilyen embereket meg kell védeni, mert a tegnapi esemény arra is demonstráció volt, mindent meghaphatott a hatóság, ha kérte volna, illetve már meg is kapta. Ez gyakorlatilag csak figyelmeztetés volt mindazoknak, akik ki akarnak lépni a nyilvánosság elé, hogy jó lesz meggondolni, mert akkor majd a szomszédok meg a család látja, hogy betörünk a lakásba, és ottan felforgatjuk a... Ja nem, nagyon humánusak voltak, aztán, ha mindent odaad, akkor nem lesz felforgatva a lakás. Nem se verjük. Hátborzongató, azt kell mondjam a történet. Tehát egyszerűen, de a leglényegesebb, tovább mondom, magamra is vonatkoztatottan, hogy megvan ennek az embernek a pszichológiai támasza? Megvan az egzisztenciális támasza? Kirúgták, ott áll gyakorlatilag foglalkoztatás nélkül. Van olyan, aki jogi segítséget, mindenre kiterjedő jogi és bármilyen lelki segítséget tud neki nyújtani. Én tegnap este láttam őt a televízióban nyilatkozni, lehet, hogy én magyaráztam csak bele,
Én azt hittem, úgy érezzékeltem, hogy a sírás határán van, mintha a pszichológiai tartalékait teljesen feldolgozta, vagy kimerítette volna. Hát, és akkor elmennek 50-en kiabálni egy kicsit az adóhivatal elé, minden tiszteltem az övé, és minden szégyenkezésem a magami, hogy nem voltam ott, és ezt mondom azok helyén, akik szintén lesz nem voltak ott. Lesz egy másik, 28-án állítólag, menjünk el. Jó. Nekem az jutott eszembe, hogy minden szervezet védekezik. Annak idején a Székely Ferenc, aki a NapTV-t alapította, intézte el, hogy forgathassunk a Szabad Európánál. Mi voltunk a Forróval ketten riporterek, és ugye a Székely volt a szerkesztő, akik a Szabad Európa Rádiónál vendégek voltunk, és mindez még 89-ben volt. Na most barom érdekes volt, hogy a Lovas Zoltán, aki most a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója, Lovas István, bocsánat, van a Zoli is, igen, ő a fekete dobozos volt. Na szóval a Lovas István azt mondta, hogy ha minket valóban érdekel, hogy hogy működik a Szabad Európa, akkor ezt nekünk elmondja. És az egyik stúdiót rendelkezésünkre bocsátotta egy nagyon ismert Szabad Európás, nem árulom el, hogy ki. És a Lovas elmondta, hogy hát itt szó nincs arról, hogy itt olyan szabadon dolgozhatnánk. Minden nap jönnek a gájdok Amerikából, hogy a demokratikus ellenzékben momentán kit szeretünk, kit nem szeretünk, de nem ez az érdekes, mondani. Nem ez az érdekes. A Lovas megmutatta ezeket a gájdokat, tehát ilyen iránymutatás, ez volt a neve, hogy most ezt kell beszéltetni, most azt kell beszéltetni, erről, arról, mi sokkal, hát nekünk a Kossuthnál, a Kossuth Rádióban nem volt ilyen szigorúan megszabva, hogy miről beszéltünk, miről nem, mint a Szabad Európánál. De oda akarok kiukadni, hogy ez a nagyon neves és köztiszteletben álló Szabad Európás az egészet felvette Magnóra, és ahogy eljöttünk, a Lovast kiukták. Mert az amerikák ebben nem lacafacáztak. Nincs kibeszélés. Nem tudom, hogy érted, hova akarok kiukadni. Nem nagyon jó példa, amit mondja. Mert másról van. Szerintem kivágták. Én azt gondolom, hogy a NAV-nál akármekkora disznóságok vannak, vagy nincsenek, teljesen minden, vagy a kormányzat, hát a szocialisták bukásában a tocsikügy benne volt. Hát lehet, hogy ebből egy új tocsikügy lehetne, és ezt meg kell előzni. Hát tök világos, hogy kiadták utasításba, hogy ebből nem lett egy második tocsikügy. Márján. És kész. Lehet. Csak ők nem akarják. Mert emlékeznek rá, hogy a szocialisták bukásában a tocsikügy nagyon benne volt. És nem akarnak egy második tocsikügyet. De hát a félreértés ne essék. Szóval ők nem állnak tőlünk teljesen függetlenül, ők ugyanúgy ennek a társadalomnak a részei, és mi, mint a társadalom próbálnánk valami önvédelmet, például, hogy ne négy évente négy népstadiont, 20 fradi stadiont, a két nyugdíjköltségvetést lopják el valahová valakik, ugye, hogy föl vagyunk háborodva, hogy XYZ szervezetek, multinacionalisok talicskával tolják ki a profitot. Miért az országból. Miért azt hogy a Fidesz környéken mindenki hülye, és nem áll a szőr a hátán, hogy a kert végében stadion épül felcsúton? De várjál, az hát de nem akarják, hogy kirúgják mondja, őket, nem akar, állami, képviselők ezt, akarnak lenni, maradni akarnak. A kapitalistáknak adta oda, a nagyvállalkozóknak mondja, hogy azok fogják ezt. Én csak oda akarok kiukadni, hogy ilyen a hatalom természete. 7:30-kor becsöngetünk. Gyerek alszik, nem alszik. Kész. Hát persze, ilyen a korrupciót leplező érdekszövetség mindenhol, ugye ezek a példák, amikre hivatkoztam, de említhetem, a British Petroleumnál volt egy whistleblower, aki az ő visszaélésüket az északi-tengeri olajkitermelésnél feldobta. Ugye ezek minden ilyen szervezet abban érdekelt, hogy az ő üzlete jól működjön, és minden módon meg akarja akadályozni, hogy ez nyilvánosságra kerüljön. Az egész szakirodalom, ami az ilyen közérdekű bejelentőkkel foglalkozik, arról beszél, hogy civil szervezeteknek, illetőleg az államtól független szervezeteknek kellene segítséget nyújtani. Egyébként erről Magyarországon törvényeket fogadtak el. Az egyik ilyen törvénycsomagot elfogadták még a 2010 előtt. Megszületett az a törvény, ami a közérdekű bejelentő védelméről szól, de nem született meg az az intézményrendszer, ami ezt a védelmet adja. Jövő január 1-től állvileg az ombudsmannak kell ezt a védelmet ellátni. Nem tudom, hogy el fogja tudni látni. De minden esetre majd vannak szándékok, hogy is a következő műsorban, amit belementek. Igen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem megelőztünk azért valamit gyors futtában. Pontosan azt, hogy
se határozat, se tény, se semmi nincs a kezünkben, csak feltételezések. Tehát azt meg kéne azért várni a végén. Ezt többször ebben... elmondták a többiek is, hogy még nem pontosan tudjuk, csak egyre erősebb a gyanú, hogy lehet valami. Mindenki ezt mondta, nem nagyon akartuk elhinni, de ahogy a hatalom viselkedik, egyre gyanúsabb, hogy itt tényleg valami nagy az emberség. Az a baj, hogy nem mondott semmit egy riportban láttam, és kérdezték, hogy neveket kérünk, vagy legalább mondjon valamit, vagy tényeket. Hát elmondta az a bizottság előtt. Ott van a zöld. A bizottság előtt elmondta, csak éppen személyiségi jogokra. Na, de most már majdnem mindjárt a reklámnál vagyunk, és a három első részből a három filmből csak egyet látunk. Nézzük a másodikat.